Több ezer háztartás maradt áram nélkül, komoly gondokat okozott Baranyában a havazás. Havazás Baranyában nem bírták a fák a terhelést. Erdőlátogatási tilalom Pécsett, életveszélyes helyzetet okozott a havazás. Közel a 300-hoz a nevezők száma, évről évre népszerűbb a szakma kiváló tanulója verseny. Csütörtök esti híradónkat látják, köszöntöm Önöket! Óriási gondokat okozott a havazás Baranya megyében. A hirtelen lezúduló hó miatt csütörtök reggelre 37 település maradt áram nélkül. A katasztrófa védelem, az erdészet és az EON szakemberei folyamatosan dolgoznak. A főként kidőlt fák, leszakadt ágak miatt megrongálódott vezetékrendszer helyreállításán. Vidáman játszottak a gyerekek a hóban csütörtök délelőtt a Baranya megyei Orfűn. A nekik örömet okozott több mint 20 cm-es hótakaró viszont komoly gondokat okozott, ugyanis körülbelül éjszaka 3 órától délelőttig nem volt áram a település egyes részein. Hát az indulásban egy kicsit a reggelünk akadozott, de aztán minden rendben volt. Kibírjuk, megszoktuk, volt már ilyen. A településen nem csak az áramszolgáltatás akadozott a havazás miatt, hanem a vezetékes és mobiltelefonok is sokszor süketek voltak. 7 óra körül keresett telefonon, de ugye a telefonok is megszűntek működni a óvónő, de aztán bementem hozzá, és mondta, hogy nincs már semmi gond, mert visszajött az állam, ugye hát nem lett volna fűtés, nyilván nem lehetett volna az óvodásokat valahogy haza kellett volna küldeni, vagy valami megoldást csinálni, de 7 óra után nem sokkal, legalábbis ezen a település részen visszajött. Aztán még fent Orfűn, a Pécs felül első település részen, nem volt, még 9 óra körül sem. Baranya megyében már éjszaka elkezdődtek az áramkimaradások a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű hó miatt. Elsősorban a vezetékekre dőlő fák okozták a problémát. Egy-egy szakaszon nem csak egy ponton dőlt fa a hálózatra, hanem 3-4, akár 5 egymástól független is hibahely van, és ezek mindegyikét ki kell javítani ahhoz, hogy az adott településen az áramszolgáltatás helyreállhasson. Csütörtökön volt olyan időszak, amikor közel 6500 fogyasztási hely maradt áram nélkül a megyében. A gócpontok főként Vajszló és Selye térsége, illetve Komló és Orfű voltak. Kidőlt fák, áram nélkül maradt települések, ezt hozta a szerda este indult havazás Baranya megyében. Mintegy 15 cm-nyi csapadék hullott csütörtök reggelig. A korábbi ónos esőtől megroppant fák nem bírták a hósúlyát. Délután egy óráig több mint 60 esetben riasztották kidőlt fákhoz a tűzoltókat. A közlekedés mellett az áramellátásban okoztak gondot a fatörzsek. Villanyvezetékeket szaggattak le, ezért 6500 fogyasztó helyen nem volt áram Baranya megyében. Autó és traktor csúszott össze a baranyai Baksa mellett csütörtök reggel. A havasúton nem tudták elkerülni egymást. Nem volt két sávnak megfelelő út. Az arcát nem vállalta a balesetet szenvedett nő. Azt mondta, irányíthatatlan volt a járműve a havon. Így néztek ki a megye mellékútjai csütörtök délelőtt. Az ágakon megtapadt az éjjel lehullott 10 cm-nyi hó egy része. Ennyi maradt abból a fából, amelyik nem bírta a terhelést. Sok ilyen eset történt az éjjel. Főként a kidőlt fák okoztak problémát, itt a növényekre rakodott jég és a hóvastagsága okozta a tömeges fakidőlést. Például a Mohács-Villányi vasúti szakaszon 20 fa dőlt ki, itt a tűzoltók segítségével sikerült felszabadítani a vasúti pályát. Az autó sok életét is megnehezítették a letört ágak, kidőlt fatörsek. Közlekedésben is jelentős problémát okoztak a kidőlt fák, illetve 37 településen nincs áramszolgáltatás a megyében. A hósúlyát nem bíró fák sok esetben az erdőkön átmenő villanyvezetékeket szakították le. Csütörtökön egy óráig 60 esetben intézkedtek a tűzoltók. Baranyában összesen 6500 fogyasztási helyen nem volt áram. Összesen több mint 300-an vesznek részt a síkosságmentesítésben Pécsett, írja a Pécsi Újság. Mintegy 40-en az utakon dolgoznak. A munkálatok során elsőbséget élveznek a busz közlekedési útvonalak. Ezzel együtt kézi síkosságmentesítést is végeznek a járdákon, tereken, buszmegállókban. Csütörtökön reggel 6 óra óta pedig további 150 közfoglalkoztatott is részt vesz a munkálatokban, hogy minél kevesebb csúszós felület legyen a városban.
Életveszélyesek a mecseki parkerdők, ezért erdőlátogatási tilalmat rendeltek el. A letörő havaságak akár súlyos, életveszélyes sérüléseket is okozhatnak. A jeges utakon pedig könnyen kitörhetik a bokájukat a túrázók. Ezért a parkerdők látogatását táblákkal tiltja a területek kezelője. Várhatóan hétvégéig tart a tilalom. Havas, jeges ágak a pécsi parkerdőben. Ez okoz veszélyt a kirándulóknak. A balesetveszélyes helyzetek elkerülése érdekében a pécsi parkerdőket üzemeltető Biocom Nonprofit Kft. Úgy döntött, hogy lezárja, illetve erdőjárási tilalmat rendel el a pécsi parkerdőkben, várhatóan a hétvégéig, ugyanis a hétvégére már sokkal jobb időt, plusz fokokat mondanak a meteorológusok, így várhatóan ezek a problémák megszűnnek, úgyhogy újra lehet látogatni a pécsi parkerdőket. A téli sportok szerelmeseinek azonban nem kell addig várniuk. A meccsegi parkerdőben található a szánkó és a sípálya, amely természetesen látogatható, tehát a tilalom, illetve az erdőlátogatási tilalom elrendelése ezekre a területekre nem vonatkozik, bátran síelhetünk és szánkózhatunk, ha az időjárás ezt lehetővé teszi. A tiltó táblákat már kitették a területkezelői. Ebben azt kérik, hogy ne látogassák átmenetileg ezeket a területeket. Itt nem csak a fák, hanem a jeges, csúszós utak is balesetveszélyesek. Őrizetbe került, otthonából állították elő a Somogy 60-i férfit, írja a polisz.hu. Betöréshez riasztották a rendőröket Somogy 60-ban január 6-án reggel. A bejelentés szerint egy önkormányzati tulajdonban lévő ház bejárati ajtaját valaki beszakította és azon bemászott. A rendőrök a helyszínen elvégzett adatgyűjtést követően kiderítették, hogy a feltételezett elkövető egy helyi férfi, akit később otthonában megtaláltak. A 34 éves férfi beismerte a rendőröknek, hogy előző este ittasan kereste fel a volt élettársát, és idegességében berúgta az ajtót, szétnézett a házban, majd hazament és lefeküdt aludni. A férfit a rendőrök elfogták, előállították és őrizetbe vették. Vele szemben a szigetvári rendőrkapitányság tulajdon elleni szabálysértés miatt indított eljárást. Pécset még egyelőre nincs gond a Simicska oszlopokkal. A Pécsi Stop azt írja, eszük ágában sincs felszámolni Pécset a City Poster oszlopait, amelyek majdnem 4 milliót hoznak évente. Mint ismert, Budapesten októberben úgy döntöttek, szerződést bontanak a Mahir City Poster Kft-vel, és december végéig adtak időt a mintegy 700 oszlop elbontására. Ezt Simicskáik nem tették meg, ellenben bírósághoz fordultak. A fővárosi események nyomán a pécsi önkormányzathoz fordult a Pécsi Stop. A portál kérdésére Oszoli Dénes, a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság elnöke azt mondta, az önkormányzat nem tervezi felbontani a 2018. március 31-ig érvényben lévő szerződést, hiszen a 22 oszlop felállításának engedélyezéséből évi 3,7 millió forintos bevétele keletkezik a Városüzemeltetési Társaságnak. 15 Baranya megyei középiskolából 263 tanuló nevezett az idei szakma kiváló tanulója versenyre. Összesen 28 szakmában zajlik a megmérettetés. Január 5-től egészen 21-ig tartanak az írásbeli feladatok. Aki ezeken jól teljesít, bejuthat az országos döntőbe, ami áprilisban lesz. Pécsi sikerek minden évben születnek, tavaly például a Baranya megyei versenyzők közül 5-en is dobogóra állhattak. A villanyszerelőknek 2, az elektronikai technikusoknak 3, míg a gépgyártás technikusoknak 4 órájuk volt arra, hogy papírra vessék tudásuk legjavát. Csütörtökön a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarában 3 külön szakmát képviselve vettek részt a szakma kiváló tanulója versenyen. A verseny legfőbb célja, hogy tovább emelje a magyar szakképzés színvonalát és széles körben mutassa be annak eredményeit. 9. alkalommal kerül megrendezésre, és hát én úgy érzem, sikertörténet. Ezeket a fiatal embereket látni, akik vállalták a megmérettetést, eljöttek, lázba, drukba égnek, mert ők akarnak valamit. Most őket nagyon kell támogatni. Ugyanakkor hát a munkaerő kínálat, a munkaerő piacon iszonyú szükséget van a jó szakmunkásokra. A szakma kiváló tanulója verseny népszerűsége évről évre növekszik. Idén Baranyából már 15 középiskolából neveztek a megmérettetésre. 286 jelentkező van eddig, 15 iskolából, 28 szakmába.
Tehát, és ez tartja a szintet. Persze kis mozgás ebben van a trendeknek megfelelően, de például a vendéglátók igen magas létszámmal vesznek részt a vendéglátó szakmák. Ez is jelent valamit, ugyanakkor hiány szakma is. Bár tudjuk, hogy az LCO erő más, megy mindenfelé, de hát legalább legyen miből elszívni, biztos maradnak. Meg majd jönnek vissza, mert itthon megtalálja a számítását. Nem biztos, hogy minden külföldre akar menni. Az írásbeli elődöntők január 5-e és január 21-e között tartanak. A verseny országos döntője a Szakma Sztár Fesztivál idén április 18-a és 20-a között szakképesítésenként lesz. A Pécsi Kereskedelmi Idegenforgalmi és Vendéglátó Ipari Szakközépiskola és Szakiskolába települt ki csütörtökön a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAVA diák programjában középiskolásoknak segít az ügyfélkapu létrehozásában, ugyanis idéntől az már elengedhetetlen a felsőoktatásba jelentkezéshez. A NAV-nál azokat az iskolákat, ahol jelentkeztek, de nem tudnak kimenni a helyszínre, rendkívüli ügyfélfogadás keretében várják majd az ügyfélszolgálaton. Gyakorlatilag a kereskedelmi vendéglátó és idegenforgalmi képzéseinek szerves része a pénzügyi gazdasági ismeret, és amit a NAV kezdeményezésére az iskolában van szerencsénk megkapni, az gyakorlatilag majdnem, hogy tartalmazza a tananyagunk, illetve kiegészíti életszerű ismereteket ad a diákoknak. A MÁV vezetése álljon ki dolgozói mellett, ezt követeli az LMP. Azt írják, vajon a MÁV vezetői miért nem érzékenyek arra a problémára, hogy míg az ő bérük havonta akár 2-3 millió forinttal is megnőhet, addig a rájuk bízott cég dolgozói a reménytelenség határáig jutottak. Eljött az idő, hogy a MÁV vezetői kiálljanak saját dolgozóik mellett, ezért az LMP levélben fordul a MÁV vezetőihez. Az LMP szerint a MÁV vezetői nem tehetnek úgy, mintha a saját fizetés emelésükhöz semmi közük nem lenne. A párt szerint eljött a szolidaritás ideje, amikor a MÁV vezetői kiállnak beosztottjaik mellett, elutasítják saját béremelésüket és a kormányzattól egyenletes és számottevő béremelést követelnek minden egyes MÁV dolgozónak. Baranya megye lakosságának alig 5%-a ad rendszeresen vért, ezt a Magyar Vöröskereszt megyei szervezetének vezetője mondta. Gyenis Gabriella szavai szerint nagy szükség van most a véradókra, mert az évelei időszakban mindig kritikusan lecsökken a véradók száma. A betegeknek januárban, februárban, márciusban is nagy szükségük van a segítségre, a vérkészítményekre. Ilyenkor viszont jelentősen apad a véradó kedv, úgyhogy örömmel várnánk mindenkit, aki adhat vért, egészségesnek érzi magát. 18 éves elmúlt, de még nincs 65 éves, a testsúlya meghaladja az 50 kg-ot. Csupán csak a személyigazolványra van szüksége, a lakcímkártyájára és a tajszámára. És nagy segítség ez mindig. Tulajdonképpen a lényeg az, hogy egyenletesen kell biztosítani a vérellátást, hiszen a betegeknek minden hónapban ugyanúgy szükségük van a különböző készítményekre. Szeretettel várunk mindenkit a véradásokra. Nyílt napokat tart a Pécsi Regionális Vérellátó Központ január 11-e és 31-e között. Akik ezeken a napokon 8 és 14 óra között vért adnak, a véradást követően beléphetnek az eddig zárt ajtók mögé, és végig kísérhetik a vérútját. Aki adott már vért, tudja, hogyan zajlik a véradás, de eddig nem láthatta, mi történik a levett vérrel. Most itt a lehetőség, hogy megismerhessék a vérkészítmények előállításának folyamatát, azaz, hogy mi történik a véradás után. Országos bagolyszámlálás lesz januárban. A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság közleménye szerint január 2. hétvégéjén a madarászok országszerte felkeresik azokat a helyeket, ahol bagolycsapatok gyülekezéséről tudnak, hogy számba vegyék a nálunk telelő baglyokat. A számlálás során elsősorban erdei füles baglyok kerülnek a megfigyelők távcsövei elé, néha azonban akadnak közöttük réti füles baglyok is. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a tél beköszöntével az emberi településekre behúzódó, ott csapatokba verődő füles baglyok a környéken költő állományból származnak, így a tél közepén elvégzett számlálással természetvédelmi szempontból fontos információhoz juthatunk a fészkelő állomány nagyságára vonatkozóan. Regionális hírekkel folytatjuk. Több mint 1,1 milliárd forintot fizetett be a 20 legtöbbet adózó kaposvári cég tavaly. Őket köszöntötte Szita Károly polgármester a Városházán.
Szita Károly már hagyományosan évelején köszöntötte a legtöbb adót befizető cégvezetőit. Az, hogy 11 esztendeje nem volt a munkanélküliek száma olyan alacsony, mint most, az köszönhető a kaposvári vállalkozóknak. Mint a Városházán tartott ünnepségen a polgármester kiemelte, a megyeszékhelyen közel 8500 vállalkozás fizet adót, a top 20 mintegy 1,1 milliárd forintot hozott Kaposvár kasszájába. Ez az összes adóbevételnek a 38%-a. Szintén közülettel tartozok a tekintetben, hogy folyamatosan nő a város vagyona is, amely szintén egy nagyon fontos szempont, és azt hiszem, hogy méltán lehetünk büszkék, vagyis Kaposvárra nem kiárosítás folyik, hanem vagyongyarapítás. Szita Károly kiemelte, azáltal, hogy a kaposvári cégek növelik a megyeszékhely bevételét, nem csak megőrzik a munkahelyeket, hanem adóforintjaikkal segítik is a város beruházásait. A polgármester hozzátette, Kaposvárra jövőben 1,2 milliárd forint értékű bértámogatást adna a cégeknek egy foglalkoztatási paktum keretén belül, valamint 70 szakember lakást is építene, illetve egy átfogó bölcsőde és óvodafejlesztés is végrehajtana, amely szintén a munkába állás segítené. Megjelent az első pályázati csomag az önkormányzatok számára a terület és település fejlesztési operatív programban. A kiírás 5 területen ad lehetőséget arra, hogy az elképzeléseikhez szükséges pénzügyi forrást megszerezzék a települések. Elsőként 5 témakörben közel 4 milliárd forint áll majd a pályázók rendelkezésére. Mert ugye most tervezni kell, először szándékot kell kifejezni, utána tervezni kell, hozzá kell csatolni mindenféle anyagot. És valamikor a tavasz folyamán már be is tudja adni a megyei önkormányzat az első 2016-os EU-s fejlesztési pályázati csomagban szereplő elképzeléseket tartalmazó projekteket. Az első csomagban 5 terület fejlesztési lehetőségeit foglalja magába. Az első és legfontosabb a helyi foglalkoztatási együttműködés nevezetű programra, ami tulajdonképpen a helyi önkormányzatoknál már működő egy munkahelyteremtő, illetve munkahely megtartó programokról szól. A másik 4 terület a közlekedés korszerűsítését, a megyei úthálózat fejlesztés korszerűsítését és az egészségügyi szolgáltatások javítását segíti majd, összességében 4 milliárd forint összértékben. Fontos megjegyeznünk, hogy ez a pályáztatási rendszer, ez egy új rendszer, aminek alapvető jellemző, hogy objektív szempontok alapján próbáljuk megítélni a pályázók teljesítményét. Az irányító hatóság, a Nemzetgazdasági Minisztérium fogja ezeket elbírálni, és pontszám alapján lesz majd a döntés. Fehérvári Tamás azt mondja, arra számít, hogy felgyorsul a pályázati kiírások és elbírálások menete is. 2016 végére az összes pályázat napvilágot lát, és lesz idő a tervek végigvitelére a 2020-ig tartó ciklusban. Már a vásárlók is olcsóbban jutnak a sertéshúshoz az áfa csökkentésnek köszönhetően. A hipermarketekben abban bíznak, hogy az intézkedés hatására több fogy majd ezekből a termékekből. A magyar feldolgozók pedig azt remélik, hogy visszaszorul a fekete kereskedelem. 27-ről 5%-ra csökkent január 1-ével a sertéstőkehús áfája, ennek hatását pedig már a fogyasztók is érzékelik, olcsóbb lett ugyanis a boltokban a disznóhús. Én szerintem többen vásárolnak, mert hát ez azért lényeges árcsökkenés. Azért jobban nézegetem most, hogy hogyan változott az ára, de úgy látom, hogy változott. Hát persze, hogy többet vásárolok, egyértelmű. Egyértelmű, olcsóbb, akkor többet. Az Országos Kereskedelmi Szövetség akár 17%-os árcsökkenést is jósol. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a rövid karaj kilója 1400, míg a sertés combé 1310 forint volt novemberben. Így az árcsökkenés kilónként több mint 200 forint áresést jelent. Ez egy hasznos dolog, mert akkor mindenki többet vásárol meg. Tehát az álladásnál is jó, nekünk is jó. Leadásnál már az áfa másképp tud ezni. Tehát ez az államnak jó, már az államnak kell befizetni az áfát, ez az állam hasznak. Az intézkedéstől azt várják az ágazatban dolgozók, hogy nő majd a sertéshús fogyasztás. Eddig jók az előjelek, véli Hollósi Tibor, a Kométa ügyvezető igazgatója. Áfa csökkentés 2016. január 1-től lépett életbe, ugye a tőkehúsokra vonatkozóan. Eddig azt tapasztaljuk, hogy forgalom növekedést tapasztalunk. Igaz, még az elején vagyunk, hiszen csak pár nap telt el itt a január hónapból. Egy hosszabb időszakot kell majd vizsgálat alá venni, hogy lássuk, hogy konkrétan mennyire növekedett, de
növekedést tapasztalunk, és ez a lényeg. A sertéshús fogyasztásának emelkedése a boltok árbevételét is növelni, véli Hollósi Tibor. A kereskedők is egy forgalom növekedésre számíthatnak, hiszen várhatóan, ugye, amiről már korábban többször is szó volt, hogy a fekete kereskedelem, ami 30%-ra tehető, az valószínűleg rohamosan csökkenni fog, illetőleg várhatóan a meglévő sertéshús fogyasztóknak a fogyasztása is növekedési útra léphet, és ezt mindenképpen pozitívan nézünk ez elé a tények elé. Hollósi Tibor szerint a sertéshús fogyasztásának emelését az is szolgálná a jövőben, ha nem csak a tőkehús, hanem a húskészítmények áfája is csökkenne. A két ünnep között többször is riasztották kémény tűzhöz a katasztrófa védelmet Tolna megyében. A legtöbb problémát a kéménygyáratok leszűkülése és fűtéshez használt nem megfelelő anyagok okozták. Az átlagoshoz viszonyítva ezen a télen nem nőtt a tűzesetek száma. Az elmúlt napok téli időjárása miatt a baleseteké volt a főszerep, de a katasztrófa védelmet több kéménytűzhöz is riasztották az elmúlt időszakban Tolna megyében. A fűtési szezonban minden évben megszaporodnak az ilyen jellegű balesetek, pedig rendszeres karbantartással és odafigyeléssel könnyen megelőzhető lenne a baj, mondja Boros Brigitta, a Tolna megyei katasztrófa védelmi igazgatóság szóvívője. A kémények használata során, mivel ezek fokozott igénybevételnek vannak kitéve, előbb-utóbb kialakulnak keresztmetszett szűkületek, amit nagy mértékben fokoz az, hogy sokan nem megfelelő tüzelőanyagot használnak, hanem például háztartási hulladékokat, nedvesfát, vagy amit éppen otthon találnak és el lehet tüzelni. Ez tovább fokozza a lerakódást, amik beízhatnak és esetenként ki is gyulladhatnak. Amennyiben a kémény járata leszűkül a behulló tégla, vakolat vagy beköltöző madarak miatt, akkor az égés termék visszaáramlik a lakásba. Ezért elengedhetetlen a rendszeres ellenőrzés, amit gázkéményeknél évente egyszer, fatüzelésűeknél évente kétszer kell megtenni. A téli időszakban átlagosan 15-20 kéménytűzhöz vonulnak a tűzoltók Tolna megyében. Az időjárás előtt következzenek főbb témáink röviden. Több ezer háztartás maradt áram nélkül, komoly gondokat okozott Baranyában a havazás. Havazás Baranyában, nem bírták a fák a terhelést. Erdőlátogatási tilalom Pécsett, életveszélyes helyzetet okozott a havazás. Közel a 300-hoz a nevezők száma, évről évre népszerűbb a szakma kiváló tanulója verseny. Pénteken gyenge, néha mérsékelt, változó irányú szél fúj, de csak árnyalattal hoz melegebb levegőt. Néha, de akkor is csak egész gyengén eshet az eső. Reggelenként ködre célszerű számítani. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk. Viszontlátásra!